A magyar kanizsai Jován Jovánovics Zmáj általános iskolában 9 középiskolás tanuló kezdte meg az MNT intenzív szerb nyelvi tanfolyamát. Bicskei Krisztián is fontosnak tartja, hogy elsajátítsa a szerb nyelvet. Eddig még csak egy óránk volt, de azon az órán írtunk egy ilyen felmérőtesztet. Az alapján ugye fel tudták mérni, hogy mi az eddigi tudásunk, és az alapján osztanak nekünk majd tankönyveket. Az oktatás során a tanárok elsősorban a diákok kommunikációjának fejlesztésére fektetik a hangsúlyt. A 3 heti kurzusnak az a célja, hogy a gyerekek funkcionálisan megtanulják a nyelvet, tehát itt most nem úgymond száraz nyelven lesz a hangsúly, hanem a konverzáción, illetve a produktív nyelvhasználaton. Az a célunk, hogy bővítsük a szókincsünket, illetve hogy a már meglévő bővítsük, gazdagítsuk, illetve hogy produktívan használhassuk. Itten úgymond az interferenciós hibákat is szeretnénk csökkenteni. A Magyar Nemzeti Tanács elsődleges célja a szerb nyelvi tanfolyammal az, hogy a jövőben minél több végzős középiskolás válassza az itthoni továbbtanulást. A kurzus 2 részből áll, az első része a tantermi foglalkozások ideje, az első 2 hete valójában a kurzusnak, míg a második része az a tábor formájában fog megvalósulni, amely Újvidéken kerül majd megszervezésre. Ez a kurzus is, mint ahogyan az előző években is, most is ingyenes a tanulók számára, 80 órát ölel fel. Magyar Kanizsával párhuzamosan Szabadkán, Zentán, Adán, Temerinben, Óbecsén, Csantavéren, Szent Mihályon és Topolyán is tartanak szerb nyelvi tanfolyamot, betartva a járványügyi előírásokat.